Szakács László arra biztatja a gyerekeket, hogy minél több sportágat kipróbáljanak, élményeket szerezzenek és szeressék a testmozgást. A délelőtteink azok sportággal telnek legfőbb kép, és délután pedig az élményfürdőjünk strandolni. Ott már ugye a levezetés zajlik itt a délti sportok után. Értem én itt a sportok alatt a focizunk ugye az UFC-nél, akkor kosárlabdázunk a KSC-sekkel, kipróbálják a kézilabdát a fekete gólyákkal, emellett teniszezünk, akkor itt az extrém sportozunk a Koszorú Csabékkal, és még röplabdázunk is. Ugye minden nap van egy sportunk, és utána pedig van egy ilyen könnyedebb sport a délelőtt, itt pedig dárcozunk, pingpongozunk, van e-sportunk is, és a sakkot is ki tudják próbálni. A legfőbb célunk az az volt, hogy professzionális körülmények között ki tudják próbálni ezt a gyerekek. 6 héten keresztül zajlik az idei nyáron a tábor, egészen augusztus 9-éig. Elég jól megterítődött az összes tábornok, ilyen 30 fő, 30-20, és most van, mondjuk a legkevesebb most 18 fővel, de a jövő heti táborunkban már ilyen 30 fő lesz, és az augusztus 5-9-ig lévő táborunkban is 30 főt várunk, majd gyerkőcöt. Az extrém sport szakosztály tartott bemutatót a sportcsarnok melletti pályán a kicsiknek. A látványos, nem mindennapi mozgásforma egyre nagyobb teret hódít szerte a világon. Aki pedig eléggé kitartó, az manapság már BMX-el vagy gördeszkával akár az olimpiáig is eljuthat. Hiszen tudjuk, hogy a sport az szerves része ugye az egészségnek, úgyhogy tulajdonképpen a lényeg, hogy sportoljanak, ha mi ebbe tudunk segíteni, akkor nagyon szívesen. Ezért vagyunk itt, hogy a srácok is tudják használni az eszközeinket, kiraktunk nekik BMX-et, ugye mountain bike-ot, rollert és gördeszkát, és most azt egy 3-4 órán keresztül ezt fogják művelni, hogy fölmennek az elemekre, nyilván a kisebbekre, ha nagyobbakra szeretnének, akkor segítünk, támogatjuk őket, ha valamit ki akarnak próbálni, ami számukra még eddig ismeretlen volt itt az eszközökkel kapcsolatosan, akkor segítünk nekik. Tehát próbáljuk őket egy picit közelebb vinni ezekhez a sportágakhoz, és hogyha későbbiekben szeretnének valamelyik ággal foglalkozni, akkor ide jöhetnek, és itt egy ilyen családi közösség várja őket. A Szekszárdi Sportközpont közösségi oldalán megtalálható a tábor következő turnusának plakátja további információkkal. Aki szeretné, még be tudja iratni gyermekét.